Sziasztok, Gulyás András vagyok, és itt egy icike-picike videóval jelentkezem, még Eysontól függetlenül várom tőle a szöveget. Ugyebár volt egy Facebook Live, méghozzá a csivettánsok számára, és ebbe belekapcsolódtam, hát persze, hogy úgy értem haza, hogy ne lássam az elejétől fogva. Ez így szokott lenni. Csak most nincs nálam zsebkendő, hogy markolásszak, amúgy egy nátás vagyok én is. És reagáltam, a szóba került Ivet részéről a tréning. Ezzel nincsen semmi bajom. Egy kicsit húztam, mert szembe jött velem egy poszt. Méghozzá napközben, valamikor munkaidő után, és ezt elolvasva úgy éreztem a live-ot lát, hogy ide passzol. Kicsi vita téma, úgymond úgy szoktuk mondani, hogy a vita tárgya. Fel is olvasnám Csides Katalin idevágó mai posztját. Hát dönts el mindenki, hogy most ez jók ezek a tréningek, vagy sem. Tehát idézem a posztot. Tudjuk-e, hogy korunk egyik legnagyobb átbaszása a motivációs trénerek munkája? Nem tudod, mit tegyél? Nosza, keres rá egy motivációs trénerre. Vegyél tőle könyvet, naptárat, bögrét, tollat, vagy iszonyat pénzért pár órás tréninget. Nincs pénzem, hogy csináljak magamnak pénzt. Gyere hozzám, majd én megmutatom. Fizes 50 000 forintot. Na látod, idióta cimbikéim, így lesz a trénerednek jó sok pénze. Belőled és a többi bolondból. Ettől most sokkal jobb, ugye? Boldogtalan vagy? Ó, semmi gond. Hírd magadhoz a pozitív energiákat. Tündéreket, angyalokat, bárkit vagy bármit, ami megfoghatatlan és ellenőrizhetetlen. Vagy olvas hülyeségeket, pufogtatok közhelyeket magamutogató seggfejektől. Most boldog vagy, ugye? Ha nem, akkor a hiba benned van. Te vagy boldogtalan, ő boldog. Fizes, fizes, fizes. Nem hiszem, hogy ezen nem lehet átlátni. És ilyen kommentek vannak hozzá, hogy mennyire igazad van, miért nem lehet megosztani, milyen igaz, ez nagyon igaz, vicces, hogy sokan hisznek ebben, milyen igaz, én soha nem fogok tréninghez járni, teljesen egyetértek, ez így igaz. Én azt a pénzt megeszem, ha nem lesz miből kaját vennem, úgyis lefogyok. Nem kell tréner, sok ideggel is lehet fogyni, meg aztán alkat függő ez a dolog. Sok hülye műsor se segít Amerikában, rengeteg ilyen műsor van. Na hát, erről van szó. Én ezért is reagáltam, meg persze egy kicsit oda kell mindig piszkálni, hogy Ivett formában maradjon, és figyeljen, persze természetesen figyel. Szia Ivett, csivettánsok, kövessétek, iratkozzatok fel a Csivetka oldalára, csivetka.com, YouTube, Google, ugyebár. Hát ez a marketing. Komolyan nézzétek, jókat mond. Az önbizalmi dolog, ezen mindenki rugózhat, mert mindenkinek azért van gondja, baja az önbizalmával. Ám egy másik téma feszegetett engem igazából, nem ez a tréninges dolog, ez úgy becsúszott, ami nagyon bosszant jelenség mai világunkban, ezt akarom összefoglalni, véleményezni. A címe élvezett kötelesség nélkül, amikor nők és férfiak megismerkednek egymással, és egy párt alkotnak, ám nem úgy alakul, ahogy kellene a folytatás, mert kedves anyuka a gyermekkel egyedül marad, és az édesapa pedig süty lelép világgá, ezért élvezett kötelesség nélkül mai korunk jellemzője. Miért? Teszem fel a kérdést, miért történik ez? És nők, gyermekek, a szenvedő alanyai, a férfiak pedig elhúzzák a csíkot.
és ott marad az anyuka a gyermekével, kettesben, apa nélkül, szörnyű és borzalmas, ehhez szóljatok hozzá. Erre mi lehetne a megoldás? Miért nincsen minta? Miért nem lesz egy olyan példakép, amit lehet követni? Miért kell kiszúrni a másikkal, magára hagyni, összetörni? Persze, a nők szenvednek, tehát eljátszák azt, jó, volt egy férfi az életében, lett tőle gyerek, oly boldogság a gyermek, ezt szerette volna, de nem így képzelte el, ne mesélje be nekem senki, oda a gyerek mellé anya és apa kell. Ez egy olyan jelenség a mai világban, hogy minden a fogyasztásra alapszik, élvezzük az életet kötelesség nélkül. Valamit élveztünk, valakit szerettünk, vagy megjátszottuk, hogy szeretjük, és akkor ott hagyjuk, eldobjuk, mint egy darab zsebkendőt. Mondom én, főleg ebben a nátás időszakban. Megértitek, ugyebár? Hogy működik ez? Miért? És van-e erre megoldás? Lesz-e változás? Ott marad-e az apa, az anyuka és a gyermeke mellett, hogy ez egyre rosszabb lesz? Meghallgattam egy idősebb emberkét, munkatárs, és azt mondta, amíg világ a világ, ez 50-50%, így mondta, én hiszek neki, hogy vagy az apuka a gyermek és a párja mellett marad, vagy lelép. Ez nagyon szomorú dolog. És erre kellene megoldás, én magamból indulok ki, a szüleim együtt vannak, és mindig az fő szempont már az életemben, olyat választani, olyan párt, olyan társat, partnert, akinek szintén együtt vannak a szülei, és ez így is alakul most az életemben, mert így kevesebb az esélye, hogy ez megtörténjen, hogy például magára hagyjam a páromat a gyermekével együtt, mert ez undorító dolog. Ezt nem lehet, megcsinálják, és ez szinte már tömegjelenség, meg rengeteget tapasztalok ilyet, hogy ott van, és a nő tudja, hogy valakit ebben óriási hibázott, és szeretné helyrehozni. Felnéz olyan férfira, aki például XY, akiben lát valamit, akiről úgy érzi, hogy gyermekének, ha nem is édesapja, de apja lehetne, mert működik az, amit ő elképzel férfi és nő kapcsolatában, és állandóan a falhoz esés, vagy falnak menés. És ebből lehetett tanulni, mert amikor már megtörténik, mikor egyedül marad a nő a gyermekével, utána már nagyon kicsi az esélye, hogy van visszaút, a gyermeket fel kell nevelni, a gyermek felnevelődik, és nem fog látni normális apai mintát, később megismereti az édesapját, de ez milyen? Ez benne mély nyomot hagy. Az anyja neveli fel egyedül őt. Milyen felnőtt lesz belőle, és lelkisérült, és ezt tovább fogja adni, és generálódik tovább. Ez nem vezet semmi jóra. Ezért mondom azt a férfiaknak, férfi társaimnak, ezt ne csináljuk, mert nem helyes. Tönkre teszünk vele nem egy életet, kettőt vagy többet, egész családot, családokat. Ezt nem lehet így folytatni. Ez zuhanása az egész társadalmi struktúrának, az erkölcsnek, hogy ilyen mélyen vagyunk. Ebben a szomorúan kialakult társadalmi helyzetben, ami a fogyasztás, a kapitalizmus és ezek a példák, amik itt vannak körülöttünk, hogy magukra maradt nők a gyerekükkel, gyermekeikkel, nagyon-nagyon rossz irányba visz. Ehhez kellene felvilágosító tréningeket tartani, hogy felnyitni végre a szemeket. Ilyet nem csinálunk, nem szabad felelősséget lerázni magunkról, szörnyű ostobaság, kiszúrás önmagunkkal, kiszúrás a partnerünkkel, és legjobban a gyermekünkkel. Hát
Az önbizalom elé lehet ezt helyezni, hogy legyen ahhoz önbizalmunk, hogy ott maradunk a párunkkal és a gyermekünkkel jóban, rosszban, és nem eldobni őket, mint a zsebkendőt, hanem igenis kitartani, küzdeni, harcolni. A férfi a felelősségével együtt lesz nagybetűs férfi, anélkül pedig, hát úgymond, nyomoronc, mert az. Hát ennyit szerettem volna mondani. Örülök, hogy Ivet reagált. Pusztulunk mindenkit. Nézzétek csivetka.com, nézzetek engem is csivetkaban. Szóval sziasztok, legyetek jók, és maradjon együtt a család, szeressétek egymást. Sziasztok!